Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tűz a pellérdi szőlőhegyen, a kiégett házban holttestet találtak a tűzoltók. A Baranyában élők nevében is köszönetet mondott, a pécsi mentőszolgálat munkatársait látogatta meg a megyei elnök. Már több kutya is a gazdáját várja a Mizsinánál, hetek múlva is előkerülhetnek kedvenceink. Első mérkőzését játssza az új vezetőedzővel a PVSK, Dragan Aleksic bizakodó a Szeged elleni derbi előtt. Országszerte 14 esethez riasztották a mentőket kéz- és arcsérülések miatt szilveszterkor, írta Györfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője közleményében. Összesen 3068 esetet láttak el a mentők. Idén is az éjfél és a hajnali 4 óra közötti időszak volt különösen nehéz. A mentőegységek folyamatosan dolgoztak, több mint 200 embert kellett túlzott alkoholfogyasztás miatt kórházba vinni, mintegy 10%-uk kiskorú volt, írta a szóvivő. Tűz keletkezett egy házban, Pellérden a Szőlőhegyen 2020 első perceiben, adta hírül a Baranya megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Az épület teljesen kiégett, a tűzoltók az oltás után egy holttestet találtak a helyszínen. Ezek a képek a szilveszter éjszakai lakástűzről készültek. A katasztrófavédelemhez érkezett hívás szerint Pellérden a Szőlőhegyen gyulladt ki egy ingatlan. A tűzoltók 4 egysége vonultak Pécsről a helyszínre, ekkor a lakásnak a tetőszerkezet, vagy a házunk tetőszerkezet már teljes terjedelmében égett. A tűzoltók 3 sugárral oltották el a tüzet. A káresemény felszámolása során még a födém is beszakadt. Ezt követően tudtak a tűzoltók bemenni a házba átvizsgálni, és ott a törmelékek alatt egy holttestet is találtak. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre vonult, és az eset jellegére tekintette tűzvizsgálati helyszíni szemlét folytatott le. Ennek az a célja, hogy a tűz keletkezésére vezető okokat feltárják. A kis hétvégi házban életvitelszerűen lakott az áldozat. Áram nem volt az épületben. Információink szerint a holttestet az ágyon fekve találták meg. Most azt vizsgálják, hogy egy gyertya, a kályha vagy esetleg dohányzás okozta-e a tüzet. A vizsgálat eredménye hetek múlva várható. Baranya megye polgárőrei nem mindennapi módon búcsúztatták 2019-et, a pécsi Székesegyház előtt gyűltek össze hétfőn este, autóikkal pezsgős pohár alakzatot formáltak, a pohárforma közepén pedig maguk a polgárőrök álltak buborékokat jelképezve, több mint 15 megyei egyesület képviselője látogatott el a térre. A megengedettnél 30-szor nagyobb mennyiségű pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség és a katasztrófa védelem egy közös akció keretében Pécset. Egy kertvárosi ingatlannál razziáztak az egyenruhások. Egy bejelentés szerint ugyanis megszegték a pirotechnikai eszközök tartásával és forgalmazásával kapcsolatos szabályokat. A helyszínen halmokban álltak a különböző tűzi játékokat tartalmazó dobozok, melyek összesen több 100 kg-ot nyomtak. Az ügyben polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt indult eljárás a Baranya megyei rendőrfőkapitányságon. A helyszínen megállapították, hogy a jogszabályban meghatározott 20 kg nettó hatóanyag tartalom helyett közel 610 kg hatóanyagú pirotechnikai eszközt tárolnak, illetve a tárolás feltételei sem megfelelőek. A kollégáink a pirotechnikai termékeket lefoglalták és gondoskodtak az elszállításukról. Az ügyben a Baranya megyei rendőrfőkapitányság szabálysértési eljárás kezdeményezett. 4 nappal többet dolgozunk idén, mint tavaly, ráadásul a hosszú hétvégék is rövidebbek lesznek. Idén március 15-e és minden szentek is hétvégére esik, illetve karácsony másnapja szombat lesz. A karácsonyt és a húsvétot leszámítva csak augusztus 20-a körül lesz 4 napos hétvége 2020-ban. Mivel az államalapítás ünnepe csütörtökre esik, augusztus 21-e péntek pihenőnap lesz, illetve Szenteste napját, ami az idén csütörtökre esik, szintén pihenőnappá nyilvánították. E dátumok körül 4 napos hosszú hétvégék lesznek, ezeket a pihenőnapokat augusztus 29-én és december 12-én dolgozzuk majd le. Immár hagyomány, hogy minden év utolsó napján köszöntik a pécsi mentőszolgálaton dolgozókat. Idén Őri László tett látogatást az állomáson, hogy megköszönje a szakemberek egész éves munkáját. A Baranya megyei közgyűlés elnöke kiemelte, fontos, hogy elismerjék azt a szakértelmet, mellyel pécsi és baranyai életeket mentenek. Hozzátette, több fejlesztéssel is szeretnék segíteni a pécsi mentőszolgálaton dolgozók mindennapjait.
Őri László látogatott el a pécsi Tüzér utcai mentőállomásra december 31-én. A Baranya megyei közgyűlés elnöke elmondta, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy elismerjék és megköszönjék a mentősök egész éves áldozatos munkáját. Ilyenkor az ünnepek alatti megerősített szolgálatban ez különösen fontos. Baranya megyében évente körülbelül 40 ezer emberhez érnek ki a mentők és segítenek akkor, amikor baj van. Fontos, hogy ezt a közösség nevében elismerjük és megköszönjük. A mai napon ez a látogatás, ez egy gesztus, egy szimbolikus esemény, amikor találkozunk, egy kicsit beszélgetünk a mentőszolgálat munkatársaival. Őri László kiemelte, az év minden napján igyekeznek nagyobb figyelmet fordítani a szakemberekre. Az elnök hozzátette, több fejlesztés is zajlott már a mentőszolgálat pécsi telephelyén. Itt Pécsett a Tüzér utcai mentőállomáson klímaberendezéseket szereltünk föl ennek a támogatásnak köszönhetően, hogy a nyári időszakban az orvosi pihenőbe, illetve a pihenő helységekbe kellemesebb és komfortosabb legyen a munkavégzése, és öröm számunkra, hogy az idei évben a kormányzat támogatásából, a kormányzati beruházásból beszerzésre kerültek az új mentőhelikopterek, amely már itt Pécsett is szolgálatba állt. Az ilyen beruházások magasabb minőségű és biztonságosabb ellátást garantálnak a régió betegei számára. Hangzott el az eseményen. Várhatóan a vevőkével lesz 2020 az ingatlan piacon, mondta Balogh László, az ingatlan.com gazdasági vezető elemzője. A szakértő szerint 2019 első hónapjaiban több adásvételt kötöttek, mint az év előző azonos időszakában. Ám ez a lendület folyamatosan kifulladt. Nyár közepe óta elsősorban a jó hozamot biztosító szuperállampapír miatt a befektetők helyét folyamatosan a saját célra vásárlók vették át az ingatlan piacon. Hozzátette, ez a változás nem feltétlenül hoz olcsóbb árakat, de a vevők jobb pozícióba kerülhetnek. Az új év búcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök hang- és fényhatásai az idén is több állat elkóborolásához vezettek. A Misina Természetvédő és Állatvédő Egyesülethez már az új év második napján 5 kutya került be. Volt, amelyik maga menekült be, volt, amelyiket talált kutyaként vitték be segítő szándékú emberek a pécs-somogyi állatmenhelyre. A gazdik aggódnak, a megriadt ebek pedig hol türelmesen, hol pedig feszülten várnak sorsukra, de leginkább gazdájukra. Január 2-án délig 5 kutya került be a pécs-somogyi állatotthonba. Ezek a fényképek a népszerű közösségi portálon is megtalálhatók a Misina Természet és Állatvédő Egyesület oldalán. Ez még a szerencsésebbik eset, mert van egy biztos pont, az állatmenhely, ahonnan újra hazatérhetnek, mondja Farkas Tamás elnök. Én meglepődve tapasztaltam egyébként személy szerint, hogy úgy láttam, úgy hallottam, hogy nem volt kisebb a zaj, ami a kutyákat azért nagyon megviseli. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ilyenkor azért ne keseredjünk el akkor, amikor mondjuk a következő nap nem találjuk meg a kutyánkat, keressük tovább is, hiszen egy kutya akár naponta 10 kilométeres távolságot is megtehet. Az egyesület elnöke arra kéri a kutyásokat, akinek elveszett a kedvence, hogy tartsa bekapcsolva a telefonját, mert ha az app bilétáján ott a telefonszám, vagy csippel regisztrált állatról van szó, már is könnyebb az információ áramlás és a gazdi megtalálása. Rengeteg olyan internetes oldal van már, ahol hirdetik a megtalált kutyákat. Én azt gondolom, hogy kevessük. Tehát lehet, hogy az én kutyám ott van, most egy nonsens esetet mondok, ott van mondjuk a szomszédnál, vagy két házal odébb, csak éppen találom meg, vagy nem tudom, hogy ott van. Tehát nem biztos, hogy az utcán van ez a kutya. Lehet, hogy valaki már éppen gondoskodik róla, és keresi a gazdát. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azokat az információkat, amelyek azt gondolom, hogy most már nagyon intenzíven áramlanak, találtam kutyát. A szilveszterkor megriadt állatoknak még van esélye előkerülni, teszi hozzá az állatotthon vezetője. Volt rá példa, hogy hetek múlva bukkantak fel, vagy hazamentek, vagy jó szándékú emberek bevitték őket az állatmenhelyre, ahol aztán igazolt gazdájuk átvehette kedvencüket. Az elmúlt másfél évben jelentős változások történtek az egészségügyben, melynek célja a családok egészségének támogatása, a hatékonyabb megelőzés és a biztonságos, magas színvonalú betegellátás erősítése, valamint az egészségügyi dolgozók megbecsülésének további javítása volt, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán az MTI-vel. Mint hangsúlyozták, a kormány a jövőben is elkötelezett az egészségügy és az egészségügyi dolgozók támogatásában. 2020-ra 770 milliárddal több jut egészségügyre, mint 2010-ben, és közel 184 milliárd forinttal több, mint tavaly. Hétfőn állt munkába az új vezetőedző Dragan Aleksic, és szombaton már az utóbbi mérkőzéseken jóformát mutató Szeged ellen lép pályára a PVSK Veolia.
A tréner a kemény edzés munkában és a mentális felkészítésben hisz. Aleksics bízik abban, hogy sikerült annyira felrázni a csapatot, hogy győzni tudnak majd Szegeden. Mint ismert, december 30-án vette át a PVSK Veolia irányítását Dragan Aleksics. Az új vezetőedző székfoglaló interjújában megfogalmazta a rövid és a hosszabb távú célokat. Aleksics szerint mentális problémák voltak a csapatnál, amik a sorozatban elszenvedett 10 vereség miatt alakultak ki. A gárda egész héten edzett, hiszen szombaton az elmúlt mérkőzéseken újra a régi formáját mutató Szeged ellen lép pályára a PVSK Veolia idegenben. Of course we go to win. Természetesen nyerni megyünk. Nem lesz könnyű, hiszen a legutóbbi meccsein elkapta a fonalat a Szeged. Az Oroszlány és a Paks ellen is az utolsó pillanatig játékban voltak, tehát biztosan nehéz lesz, de mi egész héten keményen edzettünk, felkészültünk belőlük. Bízom benne, hogy jó meccs lesz és nyerünk. Kevés volt ez az egy hét, de a vezetőedző bízik abban, hogy a kemény edzés munkával sikerült kicsit felrázni a csapatot. A csapat rendben van, jó a szerkezete, ahogy múltkor is mondtam, mentális problémák vannak. Elvesztették az önbizalmukat, mert túl sok volt a vereség. Ez normális szerintem. Ezen dolgoztunk egész héten, keményebben edzettünk, hogy visszarázódjanak a srácok. Meglátjuk, mire lesz ez elég szombaton. A Szedeák PVSK Veolia összecsapás szombaton 18 órakor kezdődik Szegeden. Sikeresen pályázott a Bólya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán keresztül. Az intézmény 4000 eurót nyert, 25 asztal és 100 szék vásárlására a Német Szövetségi Belügyminisztériumhoz benyújtott támogatási kérelem szerint. Emellett a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága által kiírt pályázatán a 10 éves Bói gyermektáncsoport jubileumi rendezvényére 450 ezer forint támogatást nyerte a település német önkormányzata. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Tolna megye több településén is utcabálok és ingyenes rendezvények várták a helyieket, hogy az emberek együtt köszönthessék 2020-at. Rengetegen ünnepeltek szilveszterkor Szekszádon a Béla király téren. A tolnai megyeszékhelyen hagyomány, hogy szabadtéri ünnepséggel búcsúztatják el az új évet és köszöntik az új esztendőt. Idén retro diszkó és tűzijáték várta a szabadtéri szórakozni vágyókat. Idén második alkalommal rendezett Paksváros önkormányzata és a Csengei Dénes Kulturális Központ városi szilvesztert a Városháza előtti téren, melyre nagyon sokan voltak kíváncsiak. Koncertek sokasága, polgármesteri köszöntő és mulatozás hajnalig, ez várta a paksiakat. Egyet mondunk, s egyet gondolunk. Az ismerős arcok zenekar ismert slágerét, a Nélküled című dalt énekelték családi és baráti társaságok összeölelkezve Szekszárdon, a Béla király téren szervezett szilveszteri, szabadtéri retro diszkón. Több száz ember látogatott ki a 2019-es évet búcsúztató és a 2020-as évet köszöntő rendezvényre. A tavalyi évet többen sikeresnek könyvelték el. Volt olyan pár is, akik 2019-ben mondták ki a boldogító igent. Most gyerekükkel érkeztek ki a térre. Hát régen többet jártunk, de mióta a gyerekek megszülettek azóta, sajnos nem nagyon van időnk bulizni. De most őt is elhoztuk, ez az első bulija. Éjfélkor a himnusz után Ársezső Szekszárd polgármestere köszöntötte az ünneplő tömeget. Kiemelte, a 2020-as év az összetartozás évekkel legyen Szekszárdon. Ennek megvalósulásához kérte minden szekszárdi lakos támogatását. Mi más kívánhatnék a következő évre mindenkinek, hogy a családjában, munkájában, a magánéletében, hivatali életében legyen sikeres, kísérje egészség, sok siker, az a munkát, amit a következő évben majd el kell végeznünk és ki kell fejtenünk. Ehhez kérem minden szekszárdinak a segítségét és támogatását. Szekszárdon több perces tűzijáték show zárta a kültéri, szilveszteri eseményt. Pakson sokan választották a város főterét, hogy együtt búcsúztassák el 2019-et. Az este során koncertek váltották egymást, majd éjfél után a város polgármestere mondott újévi köszöntőt. Szabó Péter arról beszélt, hogy Paks életében 2019 igazán mozgalmas esztendő volt, és 2020-ban sem lesz ez másként. Számos beruházást, felújítást szeretnék megvalósítani, és szeretném kérni ugyanúgy, ahogy a 2019-es esztendőben is tették ezt az együttműködést, pozitív hozzáállást, és természetesen a
pozitív kritikát is szívesen fogadjuk majd. Szekszárd és Paks mellett Tolna megye több településén is utcabálok és ingyenes rendezvények várták a helyieket, hogy az emberek együtt köszönthessék 2020-at. Tolna megye kormány megbízottja tett látogatást a szekszárdi tűzoltó parancsnokságon szilveszter délelőttjén. A megyei védelmi bizottság elnöke azt mondta, rendkívül elégedettek mindazzal az áldozatkész munkával, melyet a tűzoltók tanúsítottak az év során. Azt gondolom, hogy önök azok a szervezet, akik a 24. óra utolsó percében is kitartással dolgoznak, és valamikor akkor találják meg a megoldást, és én ehhez szeretnék önöknek gratulálni. Ezzel a gratulációval kezdte évzáró beszédét a Megyei Védelmi Bizottság vezetője, aki kifejtette, a tűzoltók minden rájuk háruló feladatokat maximális erőbedobással teljesítették. Kiváló az értékelés. Azt gondolom, hogy ezt a lakosság is láthatta a 2019-es esztendőben, hogy a tűzoltók kiválóan teljesítették a feladatukat, életüket néha nem kimélve, akár balesetnél, akár tűzesetnél mindent megtettek annak érdekében, hogy a részben a emberi egészséget, életet védjék, nyilván nagyon fontos az is, hogy a vagyontárgyaikat megvédjék, és ebben maximálisan teljesítettek. Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, rövid értékelésében arról beszélt, nem volt könnyű esztendeje a szervezetnek, számos átalakuláson is át kellett esni a mindennapi küzdelmek mellett. A tűzvédelem szempontjából nem volt semmivel sem rosszabb, mint a megelőző évek, tehát erre gondolok, hogy számos új kezdeményezésnek tettünk eleget. Például megújult a kiképzések rendszere, amely eltolódott az elméleti ismeretek átadásának irányából a gyakorlati felkészítésre. Én azt gondolom, hogy ettől nagy eredményt lehet elvárni, illetve számos új technikai eszközzel bővültek mind az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok, mind pedig a hivatásos tűzoltóparancsnokságok. Minden eszköz és felszerelés rendelkezésre állt és áll a jövőben is, hogy a lakosság életének és vagyontárgyainak védelmét biztosítani tudjuk, ha szükséges, mondta Balázs Gábor. Különleges baleset megelőzési akcióval indították az új évet a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. Gyerekpesgőt adtak azoknak a sofőröknek, akiknél a szonda nem jelzett alkoholfogyasztást, és az irataik is rendben voltak. Az akciót tavaly kezdték a rendőrök, idén pedig újra több tucat üveg alkoholmentes pesgőt tudtak kiosztani. Nem csak a szonda megfújása sikerült elsőre, de a gép alkoholt sem mutatott ki ennek a férfinek a lehelletében, ezért különleges ajándékot kapott az őt igazoltató rendőröktől, egy üveg alkoholmentes gyerekpesgőt. Nem ő volt az egyetlen, akinek ilyen módon kedveskedtek január 1-én az egyenruhások. Tökéletes volt ez a dolog. Nagyon köszönöm szépen. Újjött, és ez egy... ugye alkoholmentes pesgő. Általában nem iszom alkoholt. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai második esztendeje ajándékozzák meg gyerekpesgővel azokat a sofőröket, akiknél mindent rendben találnak január 1-én. Idén Dombovár és Tamási térségében igazoltatták a sofőröket. Azért indította el ezt az egész akciót a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztálya, hogy kicsit felhívjuk az állampolgárok figyelmét arra, hogy az ittas vezetés milyen veszélyekkel jár, milyen problémákat és milyen tragédiákat tud okozni az emberek életében, és ezzel szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hogy lehet józanul is vezetni az új évben. A rendőrök a nap során több tucat üveg pezsgőt tudtak kiosztani, és senkinél sem jelzett alkoholfogyasztást a szonda. Somogy megye vadászai is csatlakoztak a december 27-i országos jótékonysági vadászathoz, melynek keretében 19 megyei kórház gyermekosztálya gazdagodhat orvosi eszközökkel. Somogyban a Kaposi Mór Oktató Kórház gyermekosztályát támogatják a befolyt összeggel. Terítéken az elejtett vadak az Alsóbogáti kiskastélyban. Több mint 20 vadász csatlakozott a jótékonysági felhíváshoz a megyében. A regisztrációnak a kezdeti időszakában voltak, vagy voltunk 4-en, aztán 5-en, aztán 6-an, és elég sok fele kellett telefonálnom, és biztatnom embereket, hogy vegyenek részt ebben a jótékonysági vadászatban, és aztán a végén az általam, egyébként én 20 főt vállaltam, az a létszám szinte feltétlen 19-en voltunk, aztán a végén még plusz 5-öt hozzátettünk, és az utolsó percekben annyian jelentkeztek, regisztráción kívül, tehát lemaradtak már magyarán a regisztrációról, hogy ennek talán duplája is meg lehetett volna.
Somogy megyében első alkalommal csatlakoztak a vadászok ehhez a kezdeményezéshez. Igaz, a jótékonysági vadászatot is most először 2019-ben terjesztették ki mind a 19 megyére. Ahogy országosan is egyre népszerűbb a vadászat a nők körében, úgy a felhíváshoz is sokan csatlakoztak a női nem képviselői közül. Én édesapámtól kaptam a fertőzést leginkább, és amúgy nagyon jó a társaság, mindig. Amúgy gazdálkodom, és így egy kicsit ilyen a hobbi része ez a mezőgazdaságnak, úgyhogy így kerültem ide bele. De a szülői fertőzés abszolút. A jótékonysági vadászaton apró vadra lőttek a vadászok. A célkitűzés fejenként egy fácán lett volna, ennek kicsit alatta maradtak a somogyiak. A vadászat, a sörétlövés különösképpen az egy sportteljesítmény, tehát nehéz, vagy nem olyan könnyű, inkább így mondanám, nem olyan könnyű, főleg akinek nincsen gyakorlata, ahogy mondtam, itt a megyében kevesen vadásznak apró vadra, tehát sokkal több vadász az, aki életében egyszer, vagy egyébben egyszer-kétszer fog csak puskát úgy, hogy sörétre lőjön, ez az ok, hogy nem találta el. Országosan összesen több mint 1100-an csatlakoztak a jótékonysági vadászathoz. A szervezők abban bíznak, jövőre még többen lesznek, ezáltal segítve a megyei kórházak gyermekosztályait. A régió hírei után fontosabb aranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Tűz a pellérdi szőlőhegyen, a kiégett házban holttestet találtak a tűzoltók. A Baranyában élők nevében is köszönetet mondott, a pécsi mentőszolgálat munkatársait látogatta meg a megyei elnök. Már több kutya is a gazdáját várja a Mizsinánál, hetek múlva is előkerülhetnek kedvenceink. Első mérkőzését játssza az új vezetőedzővel a PVSK, Dragan Aleksics bizakodó a Szeged elleni derbi előtt. Pénteken a Dunántúlon napos reggel után fátyolfelhők zavarhatják meg a napsütést. Mi keleten sokfelé lesz ködös a reggel, és délutánra süt ki nagyobb területen a nap. A fagyos reggel után napközben a ködös, borongos tájakon mínusz 2 és plusz 1, máshol 2 és 7 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!